A gazdaságok technológiai korszerűsítése az agrárium jövedelmezőségi szempontja miatt is kiemelt feladat a következő években. A digitalizáció, az automatizáció és a robotizáció azt is elősegíti, hogy sokkal kevesebb méreganyagot juttassanak ki a gazdák, közölte az agrárminiszter. A digitalizáció továbbá nagyfokú fizikai munkaerőt szabadít fel, ez a generációváltás miatt lényeges. A fiataloknak sokkal vonzóbb egy olyan terület, amelyet okostelefonokról és számítógépekről vezérelve is tudnak kezelni. Nagy István hozzátette, rohamtempókban változik a világ, évről évre megújulnak a gépek és a technológia is. Ma már nem kérdés az, hogy 800 fejős tehenű gazdaságot két emberrel el lehet látni, mert automatizáció van a fejésben, a robotok végzik, a takarmányozásban is, minden egyéb szinten. A két ember az egyik figyeli az adatokat, hogy rendben beérkeznek-e a komputerekbe, a másik pedig lent kiválasztja azokat a teheneket, akikkel valamilyen gond van. Ma már az agrármérnök tudás is egészen más jelent, mint ami korábban volt, hiszen arra kell készíteni a fiatalokat, hogy ezen adatokat rendszerezni, feldolgozni tudják, és ezekből a feldolgozott adatokból tudjanak következtetést és döntéseket hozni. Ez egészen más típusú agrármérnököket igényel ma már ez a 21. századi agrárium. Ezek a berendezések nem csak az emberek, hanem az állatok komfortérzetét is jobban kiszolgálják, valamint jobb tartási körülményeket is biztosítanak, tette hozzá az agrárminiszter. A hazai agrárpolitika fő iránya a fiatal gazdák digitalizációs fejlesztéseinek támogatása. Egy másik fontos kérdéskör a mezőgazdaságban a haszon- és hobbiállatok fogalmának tisztázása. Azt is tudomásul kell venni, hogy a haszonállatok azért lettek teremtve, hogy kiszolgálják azt az emberi igényt, hogy míg leszünk a földön, addig ennünk és innunk kell. Tehát ezt nem lehet összemosni a kettőt. Tehát az természetes követelmény, és pont az előbbi témakör, az automatizáció, robotizáció pontosan azt szolgálja, hogy a haszonállatainknak is adjunk meg minden komfortérzet lehetőséget, hogy minél jobb körülmények között tudják letölteni azt az idejüket, amíg az az idő el nem jön, hogy őket le kell vágni, és főhasználásra kerülnek. Az agrárminiszter véleménye szerint olyan téves társadalmi megmozdulások indulnak, amelyek hosszú távon beláthatatlan következményekkel járnak, csak azért, mert nem tudnak különbséget tenni ezek között. A mozgalmak már elindultak arra, hogy a ketreces tojás termelésben ott a tyúkok nagyon szenvednek, az a tyúknak nem jó, csak épp a tyúkot nem kérdezi meg senki, hogy hol érzi magát biztonságban, ott a ketrecben, vagy a mélyalmon, ahol majd egymás taposva, riadva fullad meg mondjuk a tartásba. Nem beszélve arról, hogy a ketreces tojás termelésben abszolút higiénikus tojást tudunk előállítani a legolcsóbb körülmények között, ezt tudja biztosítani a legolcsóbb szinten a legszélesebb társadalmi igény kiszolgálását, hiszen a tojás a teljes értékű fehérje. Azaz az olyan teljes értékű táplálék, amely mindnyájunk számára elérhetővé válik. Ha nem engedjük a ketreces tojástermelést, mélyalmasra tesszük, meg háromszorozódik a tojás jelenlegi ára. Ráadásul a nedve szalma miatt szalmonella fertőzés jön, tehát egy egészségtelenebb, kockázatosabb terméket nyerünk, jóval drágábban. Az agrárium eredményes évet zárt 2019-ben, az azt megelőzőhöz képest 3%-kal bővült az ágazat teljesítménye. Az agrárium fontos szerepet tölt be a nemzetgazdaságban is, hiszen 2019-ben az ország export többletének a felét az agrártermékek tették ki. Ez 2776 milliárd forintnyi exportértéket jelent, amely 9%-kal több 2018-hoz képest. 2020-ban 450 milliárd forintnyi területalapú támogatás, illetve egy 100 milliárd forintos rendkívül kedvező beruházási kölcsön válik elérhetővé a gazdáknak, közölte Nagy István. Az agrárminiszterrel egy hosszabb interjút is láthatnak szerda este 35 perc című műsorunkban.